Atyánk, bocsásd meg, hogy oly sokszor elcsüggedünk, és néha apróságok miatt is kétségbe esünk. Bocsásd meg, hogy keserűségünkben sokszor téged vádoltunk, és rajtad kértük számon azt is, amit mi rontottunk el. Bocsásd meg, ha nem hozzád jövünk igazi vigasztalásért, bátorításért, bíztatásért. Bocsáss meg, ha sokszor lemondtunk már arról, hogy érdemes tovább harcolni, és lehetséges még nekünk is győzni. Annál inkább magasztalunk téged szent lelkedért, és köszönjük, hogy Jézus Krisztus halála és feltámadása óta mindannyiunknak hozzáférhetővé tetted az ő ajándékát. Köszönjük, hogy nem csak kiváltságosok kaphatják lelkedet, hanem minnyájunknak kínálod azt állunk előtted a magunk keserűségével, kudarcaival, bűneivel, kételjeivel. De megvalljuk, egyedül benned bízunk, és tőled várjuk a vigasztalást, az új reményt, a bátorítást. Ted világossá, hogy mi végre vagyunk a világon. Mire akarsz használni minket? Hadd zökkenjen igazán a helyére mindannyiunk élete. Fogyó erővel, Csalódások után vesztességek közepette, ijesztő jelenségeket látva is, hadd tudjunk fölfelé és előre nézni. Tereád, Jézus Krisztus! Engedd megtapasztalnunk, hogy aki benned reménykedik, azt a reménysége soha nem szégyeníti meg. Így gyógyítsd mindannyiunk életét. Töltsd meg tartalommal és töltsd meg a szívünket új reménnyel. Adj nekünk fizikai és lelki erőt. Engedd, hogy minnyáján elmondhassuk. Tele vagyok vigasztalódással. Minden nyomorúságom ellenére csordultig vagyok örömmel. Szent lelkeddel újíts meg minnyájunkat. Ámen.